Nyolcadikos, illetve szakmaválasztás előtt álló diákoknak szervezett pályaorientációs fórumot a Tolnáért Tolna megyei térségfejlesztési nonprofit közhasznú Kft. A program célja, hogy a jövő generációját felkészítsék a folyamatosan változó munkaerő piaci és technikai kihívásokra, valamint az ágazati mobilitásra a sikeres karrierút érdekében. Fiatalokat arra szeretnénk ösztönözni, mindenképpen, hogy olyan pályát válasszanak, tehát ne ilyen kettelésből, amit egymással megbeszélnek, és szimpatikusnak tűnik divat szakmákat, hanem azt, amit a mai munkaerőpiac igényel, a mai vállalkozások elvárnak, hogy korszerű, adott esetben fejlődőképes, tovább lépcsőkben tovább tanulható szakmákat válasszanak. A diákokat elsőként Varga Stadler Gábor ügyvezető köszöntötte, majd Márk László tartott előadást. Azért járunk iskolába, hogy valamikor a végén, a tanulmányaink végén kilépjünk a munkaerőpiacra, és előbb-utóbb a többsége dolgozni kezd. Csak ugye nagyon nem mindegy, hogy hol és mit. A fórumon a Paksi Első István szakképző iskola is képviseltette magát. Az intézmény széles palettát kínál a diákoknak, különféle szakképesítésre szertehetnek az iskolában, valamint nappali képzéseik mellett felnőtt oktatást is végeznek. Több technikusi képesítést is kívánnak szerezni iskolánkba, illetve egyéb szakképesítések megszerzésére is van lehetőség. A napjainkban nagyon felkapott a tehergépkocsi vezető és az autóbusz vezető szakképesítés, de a palettán között szerepel, ez egy új szakképesítés nálunk, a logisztikai és szállítmányozási ügyintéző. A diákok közül többeknek határozott elképzeléseik vannak arról, hogy hogyan tervezik az életüket később. Szakmát tanultam, könyves és idegburkoló szakmát. Idén érettségizek, képzés után, szakmunkás után érettségi, és aztán technikus vizsga, és aztán, hogyha minden jól sikerül, akkor talán egyetem még. Mint ahogy az az előadáson is elhangzott, a pályaorientációval kapcsolatos információkat a szülőknek és gyermekeknek egyaránt érdemes összegyűjteni. Fontos, hogy a diákok olyan munkát válasszanak, amelyet szeretni fognak egy életen keresztül.